A régen vált a kerékpárosok és a gyalogosok már az ünnepélyes avatás előtt használatba vették. A biztonság és közlekedést segítő közel 4 km hosszú, 2,3 m széles kerékpárutat elsősorban a munkában és az iskolában járók fogadták örömmel. Mint a közösségi médiában tett bejegyzésekben látható, az új kerékpárutat már a kalocsai hobbi és túrakerékpározók is használatba vették. Az Imre egyen megrendezett ünnepségen Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Rideg László a megyei közgyűlés elnöke, Hasziló Ferenc Kecser és Lavati Gabriella Imre egy polgármestere vágta a nemzeti színű avatószalagot, a kerékpárutat Fekete Szabolcs, a két egyház közösség plébánosa szentelte meg. Ezt követően a négy választott tisztségviselő nyerekbe pattant, és Imrehegyről átkerékpározott Kecelre. Elsőként Bányai Gábor gratulált a fejlesztéshez, és ígéretet tett arra, hogy mind az utak, mind a kerékpárutak építését folytatni fogják a térségben. Mint mondta, jelenleg közel tízszeres forrásigény van a 100 milliárd forintot meghaladó kerékpárút építési támogatásokra. Hasziló Ferenc arról számolt be, a kerékpárút 344 millió 970 ezer forintból valósult meg, melyből mintegy 39 millió forint önerőt Kecel város önkormányzata biztosította. A polgármester felevelintette a föltulajdonosokkal a nyomvonal menti területeken kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, az építőipari árak emelkedését, mely utóbbi miatt több lett támogatásra is szükség volt. A városvezető mások mellett köszönetet mondott a kivitelezést végző Soltud Kft-nek, a pályázati író és menedzselő Bácskiskun megyei fejlesztési ügynökség nonprofit Kft-nek, és azoknak a gazdálkodóknak is, akik türelemmel viselték a kivitelezéssel járó nehézségeket. Lavatti Gabriella Imre egy polgármestere emlékeztetett, hogy a község önkormányzata közel 14 millió forinttal járult hozzá a beruházás megvalósításához, ebből 11 millió forintot Kecelváros 10 éves futamidőre kölcsönözött a községnek. Rideg Kászló a Báskiskum megyei közgyűlés elnöke beszédében bemutatta, hogy a megyei önkormányzat a település egyéni igényeit figyelembe véve melyik elvek szerint osztotta el a top pályázati forrásokat. Az elnök aláhúzta: Az elmúlt időszakban közel 600 projekt valósult meg a megyében, ám ennek többszörösére lehet majd számítani a következő fejlesztési ciklusban.